Üdvözlök mindenkit! Ezúttal egy különleges pecára készülök, ugyanis a szilvesztert a vízparton fogom tölteni barátaimmal és párommal. Úton vagyunk a Dunavarsányi Petőfi túra. Haskó Tomi és Barna Lali már csináltak itt ezen a vízen egy nagyon jó hangulatú filmet, melyben nagyon szép halakat fogtak. Mi is valami hasonlóra készülünk. A tél az elmúlt napokban alaposan ránk ijesztett, esett egy kisebb mennyiségű hó is, azonban mostanra már minden olvadt, bár az eső az szemerkél, de így, hogy enyhült és fokozatosan melegszik, így télen szerintem ez egy jó esély pár szép pont megfogására. A Dunavarsány határában elterülő egyesületi víz, a Petőfi bányató, közel 40 éves múltra tekint vissza, ezáltal szép nagy halak is élnek benne. A medre változatos, haltartó helyekkel gazdagon tarkított. Átlag vízmélysége 5 méter. De ami a legfontosabb most számunkra, hogy télen is nagyon jó fogási esélyekkel kecsegtet. Az első potyó megérkezett. Egy nagyon hangulatos, szerintem minden igényt kielégítő vízparti szálláson foglaltuk el helyünket, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Megjött a malamu? Semmi közöm a halhoz egyedül. Elég jó a tűzi játék a háttérben. Milyen erő van benne. Jaj, hát nagy hal. Az nem lesz kicsi. Picit. Az már még? Igen. Igen. Szép volt. Hú. Na, mi az újság? Hát, szóval sem jutok.
Ezt álmaimban se gondoltam volna, hogy egyáltalán, hogy szilveszter éjszakáján horgászattal fogom tölteni a szabadidőmet, pláne, hogy megajándékozott a... Na, nyugi. Megajándékozott az élet egy ilyen szép tövessel. Nem mértük, de úgy gondolom, hogy egyéni rekordom is, de el kell, hogy mondjam, hogy nem sikerülhetett volna Rokolya Péter barátom és Kieta Máté kiváló közreműködése nélkül. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, ezt a gyönyörű élményt. Isteni hal. A szilveszter esti ponty megérkezett. Gratulálok, barátom. Köszönöm szépen. Csodálatos élmény. Nélkületek nem sikerült volna. Szevasz, barátom, köszönöm az élményt. Hú, és már is van. Gyönyörű. Első pontjára sokat nem kellett várni. Hát 1 óra 8 perc van. Kocintottunk egyet. És itt van egy apró pontyocska. Hát szerintem idén csak nagyobbat fogunk fogni. Legalábbis nagyon bízom benne. De ebből a 2 fokos vízből azért ő is mosolycsal az arcomra. Így szilveszter éjjelén. Kis pikkely. Csalik tekintetében a kisebb csali variációkat erőltettük, kiegészítve egy-egy PVA csomaggal. Sőt, érdemes volt még ezt is tovább baromázni a gyorsabb siker érdekében. Mivel a tavon van lehetőség etetőhajó használatára, így kedvenc Ventus Carpo etetőhajómat segítségül hívva horgásztunk. Ismét egy kis ponty van a kezemben. Nagyon hideg maga a hal is, de hát nem csoda, hiszen 2 fokos vízben horgászunk, mire itt pontyokra. De azért remélem most már küld egy nagyobbat is. Jó lenne. Tökéletes akadás. A Roni. Egy kis óvodás ismét, de azért itt télen megdobogtatja a horgász szívét.
Az új év utolsó napja számomra nem sok halat adott, de egy percig se bánom, hogyha az új év így kezdődik. Ez valószínűleg csak jót jelenthet. Kíváncsian várom, hogy sikerült ezzel a tükrössel megdönteni egyéni rekordomat is. 11.275. Véget ért különös szilveszterünk, itt a mögöttem látható Petőfi tavon, Dunavarsányban. Szerintem egy élménnyel gazdagodott mindenki, hiszen nem hétköznap, hogy ezt a tavaszias időjárást kihasználva, így télen áthorgáztuk magunkat az óévből az új évbe, szép halakat fogva, hiszen 10 kg feletti pontyokat is zsákmányoltunk. Remélem tetszett nektek ez a videó is, ha igen, megtiszteltek, hogyha dobtok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra, ha még nem tettétek. A Petőfi tóra pedig látogassatok el télen is, hiszen jó eséllyel, szép élményekkel gazdagodhattok.